Jelenleg Kiskürösön a Roberto Horgászó Vizénec Suba Robert paralimpikon, aki ez évtől új edzővel vágott neki a szakmai munkának. Szabó Krisztián szegedi kenu edzővel kezdte a szárazföldi felkészülést, majd a Tiszán a Maroson és a Matyéri versenypályán is edzettek. Az idei versenyszezonban több sikert is elért a kiskörösi paralimpikon. Az egész év jónak mondható. Igazából a magyarországi nagy ellenfelemet sikerült a második válogatón megvernem, Juhász Tamást, honvédos, és így sikerült kijutnom a kanadai világbajnokságra. Ez egy hatalmas nagy erőt adott nekem. A kanadai világbajnokságon pedig kvóta szerző helyen végeztem. Suba Robert a kenu mellett párhuzamosan kajakozik is. Idén negyedik helyen végzett a világbajnokságon. Sajnos az Európa-bajnokság már nem sikerült ilyen jól számára, mert sokat kellett utaznia, kevés volt az idő a felkészülésre, és a világbajnokság, valamint az EB között nem tudott megfelelően regenerálódni, ami a gyengébb időeredményekben mutatkozott meg. A versenyszezon végeztével azonban már elkezdte a következő évre való felkészülést. Igazából, ahogy közeledik a hideg idő, egyre kevesebbet tudunk majd kint a szabad vizen edzeni. A téli felkészülés az konditermi edzések, ergométeres evezések, úszás, tehát zárt térben van általában, de amíg jó az idő, vagy ugye tavasszal, amikor már az idő engedi, akkor egyre többet megyünk majd ki. Most egyébként nagyon jó az idő az edzésre, meg még úgy érzem, hogy még egy-két hétig jó lesz, és hála Istennek itt Kiskörösön is adott egy lehetőség, itt a Roberto Horgásztón heti egyszer tudok itt is edzeni, felkészülni. Az edzésekhez a sportoló saját hajóját használja, de a versenyekhez a szegedi klubja, valamint a magyar válogatott biztosítja a számára a speciális kajakot vagy kenut.